2020-ban a pandémiás helyzet kellős közepén a Geológusok Európai Szövetsége a legfontosabb geológiai témákról összeállított egy közel 30 előadásból álló sorozatot európai középiskolások számára. A program célja az, hogy az érdeklődő fiatalok és tanáraik alaptudása a kontinens minden országában hasonló lehessen. Az ásványtan és a kőzettan előadás elkészítését dr. M. Tóth Tivadar vállalta. Így az orosházi gimnazisták ugyanazokat a legfontosabb információkat hallották az előadás során, mint stockholmi vagy épp lisszaboni évfolyamtársaik. Az előadásban az előadó érintette az ásványok összetételével és szerkezetével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, majd összefoglalta az ismert, mintegy 5000 ásványfaj rendszerezésének alapjait. Megismertette a természetben előforduló legfontosabb ásványokat. Szóval, mit is azok az ásványok, mert itt ugye állandó zavar van. Az előadás természetesen az ásványok mindennapi életünkben betöltött fontos szerepével, az ásványok hasznosításának lehetőségeivel is foglalkozott. A kőzettan alapjait bemutató részben a három nagy kőzetosztály, magmás, üledékes, metamorf keletkezésének a körülményeivel, a földet felépítő alapvető kőzettípusok ásványos összetételével és szerkezetével foglalkozott röviden. Az előadás ebben az esetben is alkalmazott földtani vonatkozások bemutatásával zárult az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium kollégiumi társalgójában. Az Ásvány és kőzet határozás a gyakorlatban című program során az iskola gyűjteményében található ásvány és kőzet példányok szabad szemmel, valamint egyszerű eszközökkel történő meghatározásának lépéseit ismertük meg. A jelenlévő diákok aktivitásában és jó megfigyelő képességében bízva közösen próbáltuk meghatározni mindazokat a határozási szempontból alapvető jegyeket, amelyek alapján az ásványok és kőzetek a rendszertanban a megfelelő helyre kerülhetnek. A programra szeretettel vártuk a diákok, tanárok, otthoni ásvány és kőzetgyűjteményének izgalmas darabjait is az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium Káli természettudományos laborjában a Földrajzi Munkaközösség szervezésében 2022. május 30-án.